Rustik emberek, ez egy olyan videó lesz, amivel megmutatom, hogy hogy tudok farmingba módot berakni. Itt van ez a traktor. Most szemeltem ki áldozatunkról, és ezen fogom megmutatni, hogy hogy tudjátok berakni a játékba, hogy hogy is mondjam, meg átírni a config fájlokat, hogy gyorsan, meg erősebb legyen. Én többféle oldalon szoktam keresgélni módokat, de ez nem azt jelenti, hogy van egy állandó oldal, ami én is szoktam, de ez most nem lényeg. És akkor neki is álltunk leszenni, ami megyünk itt egy másikra, és nézzünk még, hogy milyen szépségeket láthatunk. A 13. oldalra lépünk, én már egy ideje már böngészgetek, és megmutatom nektek, hogy ezen az oldalon is olyan tudtok módra rákeresni. Vannak olyan oldalak, amik olyan rafináltak, hogy nem tudtok egyszerűen rákeresni, hiába próbáltok, hogyha van kereső éppen, mint ez itt, hiába kerestek rá, egyszerűen nem segít, na de mindegy. Én mindig céltudatosan választom ki, hogy most éppen én kombányt szeretnék, és akkor ott már a fajták közül is kiválasztom, hogy mit tudom én, szeretnék egy klaszt. Rányomok, és akkor elkezdem keresni az érdeklődési fajtámat, ami a 400-asnál, meg a 108-as dominátornál kezdődik, és így a 770-esig, 780-asig megy, azon belül nekem minden belefér. Szóval például itt van ez a 670 sima és Terra Truck, például még ez még simán nekem belefér. Közben láttam, hogy leszette a traktort, mindjárt mutatom. Ezt szépen lecsukjuk. Számítógép, letöltések, és kikeresitek a traktort. Ami jelen pillanatban itt van. Ki szoktam általában húzni az asztalra. Olyan villanatok az a minden egyszerű, kicsomagolás Fiat 1003 DT. Szépen megfogja és kicsomagolja. Kicsomagolta. Megnézzük a textúráját. DT. Ok, nincsen nekem is rajta olyan itt program, nem baj. Itt ez szépen meg fog is szerkesztés. És azt hiszem, hogy jót is csinálok. És olyat kéne nekünk keresni. Vagy nem. Vagy nem az, nem ez. Mód úgy lesz az. A mód desk, bocsánat. Most egy luxus. Szóval itt valahol kell egy olyannak lennie. Nop. Nem. Ez össze. Vagy nem. Na mindegy, ezt most hagyjuk. Megnyitjuk itt. Én most megnyitom ezt a gépünket. Ne aggódjatok, hogyha ti is GMC-t programítjátok, ha egy időre neki kell gondolkodni. Megvárjuk, hogy betölt. Azért. És itt van a csodálatos kis gépünk, ami most már a miénk. És elfelejtettem, hogy kell bemozogni. Kijelölöm például. Mindjárt ide utazok. Ide. Kijelölöm ezt az első kereket. Na.
Nekem ez a kerék most szép, de itt a kifogó. Ez kijelöli az egész alvázat, de nekünk most nem az kell, hanem ezt a kereket szépen kijelöltük. Jó, megnézzük itt az állításait. Nagyon jó. Minden tökéletes. Ja, újra tölti a textúrát. Nem kell, mindegy. Ezt, ahogyha minden megfelelően találunk, bezárhatjuk. Kivág. Én, nekem D-n van, ezért én oda szoktam bepakolni, hogy a C ne foglaljon helyet, és ugyanígy rakja, sőt így még gyorsabban is tölt be. És hogyha jól értelmezem, sajnos át kell váltanom majd a másik izére. Értem. No. No. valamit elintem. Nem kellett volna. Na, mindegy. Azt egy külön másik videóban fogom megmutatni, hogy berakta a traktort. Mert ahhoz ez nem. Sajnos egy ilyen kell nekem, a játék rögzítési mód. És ezt úgy anélkül sajnos nem tudom átváltani. Nem, ennyi lett volna. Sziasztok!